úgy gondolom, hogy a taró nem jóslásra való, vagy nem elsősorban jóslásra. Valóban ez a titkok könyve. Benne megtaláljuk a világ keletkezését, megtaláljuk az archetípusokat, és olyan numerológiai összefüggéseket fedezhetünk fel, ami azt gondolom mindenkit elgondolkodtat. A nagy árkánumok, a nagy titkok végigvezetnek az emberi sorsokon, az emberi élet összes szerepén, megmutatják az összes archetípust. Megmutatják azt az utat, amit minden embernek, ha nem is egy életében, esetleg több életen át, de be kell járni. Következő kártyalapunk a 12-es, az akasztott ember. Első pillantásra a kártya neve, meg ez a nagyon furcsa pozitúra, amiben ez az akasztott ember található, fejjel lefelé lóg egy fán, a fa T betűt formáz, és a lelógó virágokkal, a lelógó indákkal a Tao betűjét mutatja, az úton levés, az út betűjét szimbolizálja. Nagyon érdekes helyzetet látunk, egy fordított világképet. A férfi, aki egyébként a nőkre jellemző kék ruházatot visel, fejjel lefelé lóg, furcsa alakban, háromszög alakban teszi a kezeit, és a lábával négyszöget formál, egy négyes jelet formál. Azt jelképezi, hogy egy ilyen fordított szemlélettel, amikor előtérbe kerülnek az égi dolgok, megvilágosodhatunk. Azt azonban látjuk, hogy bármennyire is vidám ez a férfi, és bármennyire is látjuk a megvilágosodás szimbólumaként a fényt a feje körül, tudjuk, hogy ebben a helyzetben megkötözött, nem tud mozdulni. Ahhoz, hogy megmozduljon, talán valamilyen segítségre van szüksége. Jóslásnál ez a kártya azt az élethelyzetet mutatja, amikor nem tudunk tovább lépni. Szükségünk lenne valamilyen megvilágosodásra, hogy tudjuk, hogy milyen úton megyünk, merre mozduljunk tovább. Sokszor jelent akadályt, néha börtönt is, megkötözöttséget, amit bizony le kell küzdeni. Nehézséget ígér a kártya jóslásnál, mégis azt mutatja, hogy ezek a nehézségek segítenek bennünket arra, hogy felismerjük, mi a fontos. Ha tudjuk, hogy a 12-es számú kártyalap a halál kártyája előtti lap, akkor azt is tudjuk, hogy talán ez a halál előtti utolsó pillanat. Ezen a kártyán nem, de nagyon sok kártyán az alak zsebeiből pénz csorog le a földre, ami azt szimbolizálja, hogy bizony ebben az élethelyzetben már nem számítanak a földi javak, azokat elveszthetjük, hiszen a halálba semmit nem vihetünk magunkkal. A 13-as számú kártyalap a halál kártyája. Az apokalipszis lovasát látjuk fehér lovon. A ló kantárján, ha kinagyítva megfigyeljük, halálfejeket látunk. Halálfejeket és csontokat, talán ez a szimbólum visszaköszön a kalózok zászlójáról. Valóban a halált és a meghalást szimbolizálja, és felhívom a figyelmet, hogy nagyon fontos szabadkőműves szimbólum is. Az apokalipszis lovasa egy csontváz, elég félelmetesen néz ki, fekete páncélba öltözve. Kezében egy zászlót tart, viszont nagyon érdekes, mert a zászló előre mutat, és a zászlón egy virágot találunk, a feltámadás és a tisztaság virágát. Azt látjuk a képen, hogy a halál előtt mindenki egyforma. Látunk egy papot, egy tiszta nőt, gyermeket, a királynak éppen leesett a koronája. Vagyis a halál előtt bármilyen rangunk van, bármennyire tiszták vagyunk, bármennyire bűnösök, egyformák vagyunk. A kaszás eljön értünk. Mégis ez a lap ad valamilyen reményt. A háttérben látjuk azt a hajót, amely az élet vizén átevez velünk, és azt látjuk,
hogy szemben süt a nap. És azt látjuk, hogy a két torony között fel kell majd a nap, és lehetőségünk lesz talán egy újjászületésre. Nagyon érdekes ennek a kártyának a szimbolikája, és nagyon érdekes az, hogy a tarólapjai nem érnek véget a 13-as számú kártyával. A halál után ugyanis van még élet a taró szerint, a taró tehát nyíltan hirdeti a reinkarnációt. Kártya keletkezésekor a 12.-13. században már megállapította egy katolikus zsinat azt a dogmát, miszerint nincs reinkarnáció. Feltámadás ugyan lesz majd, amikor megfújják a harsonákat, azonban a reinkarnációnak ezt a titkos tanát már csak az ezoterikusok vihették tovább. És ez a titok megjelent a tarókártyába. Megjelent azzal a ténnyel, hogy a halál a 13-as szám után természetesen folytatódik az életünk, csak egy másikon, a láthatatlan világban. Olyan, mintha a mennyországba érkeztünk volna meg. Egy arkangyalt látunk, amelyik két edényt tart a kezébe. Az egyik edényből a másik edénybe tölti át életünk fluidumát. Arra törekszik, hogy kiegyenlítettek legyünk, kiegyenlítődjön a két edényben lévő folyadék. A kártya pozitív változásra mutat az életünkben. Az angyal, akinek a neme ugyan ismeretlen, de mindenképpen jó benyomást tesz ránk, vörös szárnyakat visel. Megint csak a vörös oroszlán, az átváltozás, az alkimista szimbólum köszönt vissza ránk. Azt látjuk, hogy az egyik lábával a vízben, a másik lábával a földön áll ez az arkangyal, szimbolizálva ezt a két világ közötti átmenetet. És szép virágos kertet is látunk, ami azt mutatja, arra a képre emlékeztet bennünket, amit sokan mesélnek, akiknek halálközeli élménye volt, hogy valamilyen nagyon szép helyre jutottak, ahol fény van, virágok vannak, és ott a távolban a kép alján látjuk, hogy két hegycsúcs között, egy nehéz sárga út végén feljön a nap. A kártya jóslásnál azt jelenti, hogy életünkben pozitív változás áll be. Az angyal az ezüst edényből az arany edénybe tölti át életünk fluidumát. A pozitív változást igyekezzünk megérteni. Fontos megjegyezni, hogy bár a szerencsekerék is változást jelez az életünkben, azt nem tudjuk, hogy merre fordul a kerék. Ezért csak a változást jelzi, annak minőségét nem. Ezzel szemben a mértékletesség mindig pozitív irányú változást mutat. A kártya egy főerényt is szimbolizál, a mértékletességet. Sokszor így is nevezik ezt a lapot. Itt kell megjegyezni egy nagyon furcsa jelentést is. Az asztrológiában néha valakinek a halálát egy adott időpontban kedvező fényszögek, trigonok jelzik. A tarólapok közül a kiegyenlítődés dimenzióváltást is jelölhet, vagyis valaminek vagy valakinek a halálát. Milyen érdekes, hogy az asztrológia és a taró is pozitív változásnak írja le a halált. Filmünkből sok információt kaphattatok a taróról, azonban ez csak az alapok megismerését szolgálta. Ha többet szeretnél tudni a taró használatáról, magáról a kártyavetésről, a kirakási módszerekről és a taró numerológiájáról, akkor egy kedvező 2490 forintos áron megrendelheted webshopunkból Dr. Kézdi Andrea könyvét a hozzátartozó DVD filmmel, vagy eljöhetsz tanfolyamainkra, melyek időpontjait a képernyőn olvashatod.